Vadex mezőföldi erdő és vadgazdálkodási ZRT az országban elsőként Székesfehérvárot nyitotta meg Erdei Delikátesz néven kiskereskedelmi szaküzletét. Az üzletet 2014. december 19-én ünnepélyes keretek között dr. Bitay Márton őrs államtitkár, Varga Tamás államtitkár, valamint Majoros Gábor vezérigazgató avatta fel. Egy új korszakról beszélhetünk, megindultunk azon a téren, hogy a vathús megfelelő helyet foglaljon el az étkezési kultúránkban, szokásainkban, és elindultunk azon a téren, hogy amit elő tudunk állítani prémium minőségű élelmiszer, az az emberekhez el is jusson, meg is tudják vásárolni. Mi ugye a legnagyobb vadfeldolgozó üzemeltetője vagyunk az országban, és meggyőződésem, hogy élen kell járnunk abban a szerepben is, hogy a termékeinknek Magyarországon piacot kell biztosítani, minél szélesebb körben meg kell ismertetni. Tervünk az, hogy nem csak ez, hanem egy országos üzlethálózat, minimum minden megyeszékhelyen, Budapesten esetleg majd több helyen nyithassunk meg hasonló kis üzletet, ahol elsősorban az állami erdőgazdaságoknak a termékei, magyar termékek, majd aztán a Kárpát-medencei termékek is piacot találjanak. Alapvetően ugye a vadhúsok azok, amik a lényegesek, ezek fácán, vaddisznó, szarvas, őz, ezen kívül különböző erdőgazdaságoknak a termékei, amik még nálunk megtalálhatók, különböző ivólevek, amik teljesen naturálak, természetesek, mindenféle tartósítószermentesek, különböző mézek, lekvárok, szárított gombák, és legfőképpen próbálunk őstermelőket behozni, akik itt mondjuk a környéken vannak, akiktől teljesen vegyszermentes termékeket be tudunk szerezni. Szakácskönyvekkel is várjuk a vásárlókat, akik mindjárt ötletet tudnak meríteni és vinni haza egy ilyen szakácskönyvet is magukkal, amiből az igazi kulináris élményeket el tudják majd készíteni. Én bízom benne, hogy ez a bolt nagyon-nagyon hamar népszerű lesz a székesfehérváriak körében. Itt egy olyan részén vagyunk a városnak, ahol több üzlet is található, tehát itt a forgalom azt gondolom, hogy nem kicsi. Sokan-sokan meg fogják találni ezt a kis boltot, és meg fogják szeretni azokat a termékeket, amelyeket itt találnak. És így megismerik jobban azokat, talán a termékeken keresztül megismerik és megszeretik a vadászokat, akiknek óriási szerepe van abban, hogy ezek a finomságok a mi asztalunkra kerüljenek. Összességében ezt a tevékenységünket az állami erdőgazdaságok nem az anyagi haszonszerzés miatt, nem a gazdasági haszonvétel miatt végzik, hanem inkább promóciós jelleggel. Az egy másodlagos kérdés, hogy ennek a üzletágnak természetesen rentábilisan kell tudnia működnie, mert különben nem üzletágról, hanem egy ilyen mesterséges lufiról beszélünk. De én azért azt gondolom, hogy a vathús és ez az erdei élelmiszer delikátesz boltok, ezek alkalmasak lesznek arra, hogy megfelelően tudjanak működni. Egy jó eredménnyel pörgő, folyamatosan növekvő kereslet mellett egy létjogosultságát biztosító és megteremtő üzlethálózattal már nagyon-nagyon maximálisan elégedettek lennénk. Én szeretném, hogyha egy 2 éven belül legalább 4-5 hasonló üzletet meg tudnánk nyitni még az országban.